kukorica a fecskék lakhatásáért. Őszi gombatúra a Bugaci pusztán. Tiszavirágzás. Törköly Adriánnál fészkelt a legtöbb füsti fecske idén. A Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesület hirdetett pályázatot a fajjal kapcsolatban. A legtöbb aktív fészekkel rendelkező gazdaság nyereménye 1 tonna kukorica volt. Törkölyéknél nem okoz meglepetést, ha a szarvasmarhák ellátása közben repülő fecskékre leszünk figyelmesek, és azok akár csapatba verődve repkednek a fejünk felett. A Szajáni család birtokán nagy számban szállnak a ma már különös figyelmet és védelmet igénylő fecskék, akik a tehenek közelsége miatt igazi otthonra leltek a gazdasági birtokon, hiszen ideális fészkelőhelye számukra. A Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesület több éve megszervezésre kerülő versenyén idén a Szajáni család birtokán számlálták a legtöbb füsti fecskefészket, összesen 71-jel ők lettek a kiírás győztesei. Törköly Adrián szarvasmarha tenyésztő, aki egyébként a Pannon televízióból értesült a kiírásról, örömmel konstatálta, hogy idén ők lettek a nyertesek. Az intézet az 71 fészket számolt, jó fecske az valószínűleg jóval több van. Hát macskát azt nem tartok, az a legfőbb ellenségük. Hát amúgy szerintem nincs ami bántsa őket. A térségünkben rendszeresen költő valamennyi fecskefaj állománya erősen csökken. Vajdaságban jelenleg 3 fecskefaj él, a füsti fecske, a molnár fecske és a parti fecske. Az elmúlt évtizedek során megfeleződött a füsti és a molnár fecske állomány is, azaz mára minden második madár eltűnt az ereszek alól. A klímaváltozás miatt pedig egyre fontosabbá válik a fecskefélék szerepe az emberek, valamint társ és haszonállataik egészségének védelme szempontjából, hiszen az azt veszélyeztető szúnyogok, amelyek többek között a nílusi lázat, a kutyáknál terjedő szívférget hordozzák, és legyek elleni biológiai védelemben óriási szerepük van. Éves szinten egy fecske 2-3,5 kg rovart fogyaszt el, tehát beláthatjuk, hogy kifejezett érdekünk, hogy megvédjük őket. Valamikor a falvakban, minden háztartásnál volt istáló, volt alkalma a fecskéknek költeni, tehát költőhelyük volt, táplálékforrásuk volt, házi állatok voltak. Ezek a kis gazdaságok azonban sajnos mind sorra tönkre mennek és felszámolódnak. Már csak a nagyobb istálókban, nagyobb gazdaságok vették át a helyüket, és szerencsére még van néhány olyan nagy gazdaság, mint itt Szajánban is, Törköjéknél, ahol nagyméretű istálóban akár 100 fecskepár is költeni tud, és a fecskéknek azért, fecskeállománynak azért fontos ezek a nagy gazdaságok, mert ezek az utolsó mencsváraik, az utolsó bázisaik a fecskéknek, hiszen az elmúlt 20-25 évben az állomány egyharmadára csökkent majdnem, tehát több mint fele a fecskéknek elveszett, legyen szó bármelyik fajról, mind a 3 fajt érinti az állománycsökkenés. Az elsősorban a klímaváltozással magyarázható, hogy egyre szélsőségesebb időjárásunk van, és emiatt azután a tavasszal, hogyha korán áprilisban megérkeznek a fecskék, beköszönt egy 4-5 napos hideg esős idő például, akkor nincs táplálék és egyszerűen elpusztul. Ősszel szintén történtek hasonlók, hogy nem tudtak elvonulni időbe. Magyarországon megtörtént, hogy összegyűjtötték a fázós beteg fecskéket, és repülőre tették, és elvitték Törökországba, amit csak lehet menteni. Tehát nagyon fontos az, hogy ráirányítsuk a közvélemény figyelmét arra, hogy igenis nagyon nagy szükség van a fecskékre, hiszen ezek a legnagyobb rovarírtó, rovarpusztítóink. A Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesület évek óta megjelenteti a kiírását. 1 tonna kukoricát nyerhetett az a gazdaság, ahol a legtöbb füsti fecske fészkelt, a többi pályázó pedig sorsoláson vett részt. Egy utalványt nyerhettek, amelyen gyümölcsfákat vásárolhatnak. Nama je prvenstveno bilo želja da skrenemo pažnju na probleme običnog čoveka na selima. To je ono što je najznačajnije.
na velikim kompleksima farmi kojima gazduju neke ogromne korporacije nema mesta pticama. To su sistemi koji su potpuno izolovani, na kojima divlje životinje uopšte nisu dobrodošle, na nekima ih nažalost čak i proteruju i ubijaju. Ali ove tradicionalne farme koje su otvorene, gde životinje mogu da uđu i izađu, gde žive u, opet kažem, u suživotu sa čovekom, su ključna stvar. Mi mislimo da smo time što ovu akciju sprovodimo već 6. godine za redom, u stvari pomogli da javnost u Srbiji, ali naravno i u regionu, sazna malo više upravo ovakvim ljudima koji su za nas šampioni očuvanja ptica. Dakle, oni su ti koji u principu čuvaju ptice. Mi koji brinemo o njima iz nekih institucija, organizacija, smo tu samo da pomognemo, ali na njima je ovo sve što radimo. A želimo da skrenemo pažnju i državi da mora više da obrati pažnju upravo na ovakve ljude. Jer farma Terkelji je ono zbog čega su ptice ovde. Nije zato što je tu selo ili zato što je tu dalekovod ili bilo šta, već upravo zato što su oni ovde i brinu o tim pticama. A fecskékre a klímaváltozás mellett a háztáji állattartás visszaszorulása, valamint az intenzív mezőgazdasággal összefüggő vegyszerhasználat is negatív hatással van. Évről évre kiemelkedően nagy az érdeklődés a Kiskunsági Nemzeti Park által szervezett gomba- és gyógynövényismereti túrák iránt. A résztvevők nem csak megismerhetik a pusztán termő gombákat, hanem korlátozott mennyiségben gyűjthetnek is. Ebben nagy segítséget nyújt számukra a gombaszakértő, aki a túra végén átvizsgálja a gyűjtött gombákat, hogy véletlenül se kerüljön közéjük mérgező. Évről évre nagy az érdeklődés a Kiskunsági Nemzeti Park bugacpusztai gomba- és gyógynövény túrái iránt, amelyet Szent Mihály napjának közelében rendeznek. Az idei túrára is maximálisan 30 fő érkezett, főként családok. Számukra a túra vezetői Tóth Endre, a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa, és Horváth Lászlóné gombaszakértő tartottak ismertetőt a félnapos programról. Ma ez egy speciális túra lesz, mivel segítségünkre lesz majd Horváth Lászlóné Terike, aki sok éve kísér bennünket erre a túrára. Ő gombaszakértő, és mellette komoly szakmai múlttal rendelkezik, aki generációk nemzedékét nevelte föl. Ő lesz át a szakmai kísérőnk. Ketten fogjuk ezt a túrát majd vezetni. Az ő feladata, és hát hogy megismertesse a résztvevőkkel a gombafajokat, a gyógynövények használatát. Ez a túra egy könnyű, nem megerőltető túra lesz, mert 5-6 kilométert fogunk gyalogolni, többször meg fogunk állni különböző helyszíneken, megállunk különböző élőhelyeknél, elmondjuk, hogy milyen volt régen, milyen lehetett Petőfi korában, és a rájellemző növényeket is be fogjuk majd mutatni. Horváth Lászlóné az őszi időszakban Bugacon és környékén található gombákat és gyógynövényeket ismertette, valamint hatásukat az emberi szervezetre. A Szent Mihály naphoz kapcsolódóan többféle gombát lehetne felsorolni, hosszú lenne felsorolni azokat a gombafajokat, amit ilyenkor lehet találni. De ugye itt a réten, ahol majd fogunk menni, illetve az erdősávba olyan gombákkal találkozhatnánk, amit a népi gyógyítás is nagyon régen használt. Ehető gombával biztos fogunk egyel találkozni az előzetes kutatások alapján, amit már tudom, hogy hol fogom meglelni. Nagyon remélem, hogy addig nem szedte le senki. És ugye remélem, hogy nagyon hasznos lesz ez a túra. A népi gyógyításnál nagyon fontos, hogy mi olyan gyógynövényeket és gyomnövényeket használunk, ami tulajdonképpen tetőtől talpig segíti az emberi szervezetnek a működését, hogy jobb legyen. Nem vagyunk ugye orvosok, nem vagyunk tudósok, az nekünk a lényeg, hogy olyan dolgokkal segíthessünk magunkon, ami esetleg van valami olyan probléma, amivel még nem kell orvoshoz fordulni, illetve amit nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy a megelőzés, hogy ne várjuk már meg, amíg betegek leszünk,
nem akkor kell elkezdeni, hanem állandóan mindig figyelni arra, hogy minél több gyógynövényt együnk, tavasztól őszig a kertünkbe, a természetbe több mint 100 féle gyógynövényt találhatunk, de akár 200-300-at is. Sajnos a túrát megelőző időszakban a területen nem volt eső, így gombák sem. Ezért Horváth Lászlóné elsősorban a még virágzó gyógynövényekre hívta fel a figyelmet. A közeli Pásztor Múzeum mellett szerencsére kétféle gombát is találtak. Nagyon finom, ehető májgomba. Ez tulajdonképpen a puha taplók közé tartozik. Magyarországon nagyon sokféle taplófaj van. A tudósok szerint majdnem minden tapló tartalmaz gyógyhatású anyagot, de nincs mind kikísérletezve. Most ez a májgomba, ez tulajdonképpen savanyításra a legmegfelelőbb, de már volt olyan ismerősöm, meg mi is kipróbáltuk, hogy ki is rántottuk, egy kis ilyen savanykás íze van. Én ezt majd szeretném szétosztani, hogyha valaki kér belőle, akkor vágnánk fel szeletekre. Ez pedig a sárga géva gomba. Na most ez még nem öreg példány, amikor úgy megláttuk, úgy látszott, hogy már mennyire öreg. Most megfordítjuk, és még ezek a pórusos részek nagyon fiatalok, világosak. Sőt, még itten folyik belőle a lé. Egy neki a lényege, hogy ez egy árusítható, ehető gomba, szintén a puha taplók közé tartozik. Nagyon finom, ennek is kissé savanykás illata van, illetve íze. Na most ezt például nagyon finom rántva beledobjuk a forró vízbe, de nyersen is lehet. Bepanírozzuk és úgy tesszük a fagyasztóba, és utána pedig forró zsírba vagy olajba bármikor elővehetjük. Elég jó összetett állapota van a húsának, például mint egy fenyőtinórú vagy a galócák, mert ugye galócák között is van ehető, hogyha azokat mondjuk fagyasztóból kivesszük, akkor azok sokkal puhábbak lesznek, ennek pedig az állaga megmarad. A gomba ismertetőt követően Tóth Endre röviden bemutatta a Pásztor Múzeumot és a bugacon tartott állatokat, valamint az egykori bugaci pásztorok életét. Láthatók a különböző cserények, pásztorszállások, nyári szállások, ahol a pásztorok éltek. Itt is a legeltetés szigorú rendben ment, látjuk a pásztortársadalomról a képeket, tehát Kecskemétnek a közlegelője volt, itt több ezer állatot tartottak, az egyes leírások szerint 8000 szarvasmarha is megfordult itt ezen a területen, természetesen ezt kisebb csoportokba bontották, attól függ, hogy tinókra vagy idősebb állatokra az anyaállattal. A szarvasmarhákon kívül még tartottak itt a rackajúhot, ugye a rackajú az egyik olyan juhfaj, amelynek a hím és a nyüstén is megfigyelhető ez a csavart szarv. Valószínűleg ezek a honfoglaló őseinkkel kerültek ide. A kiskunsági pásztor életről és az állattartásnak a volumenéről nagyon kevés adatunk van, de nagyságrendileg olyan hatalmas volt, mint a Hortobágyi, mert hiszen a kiskunság is egy hatalmas terület. Ugye a Bács megyét nézzük, ez több mint 8000 négyzetkilométer, és a török időszak után hatalmas állattartás bontakozott ki. A ruházatukról is tájékoztat ez a kiállítás, a különböző fém és fa eszközeikről, amit találunk. Itt látott egy érdekes dolog, a veleséges taliga, ebben szállították ki az élelmiszert részükre. Ez a címerfa, ez a lecsonkolt nyárfa ág tulajdonképpen a legelő határokra kerültek kihelyezésre. Ahogy korábban említettem, a legeltetésnek is megvolt a rendje, egyrészt, hogy kik legeltetnek rajta, kik bérelnek, mert voltak ott magángazdálkodók is. Másrészt pedig a jobb legelőket, ugye tehát a szarvasmarhának tartották fel. Ezt követően lehetőség nyílt a bugacon ma is tartott szürke marhák, lovak és rackajuhok megtekintésére. Bár kevés gombát találtak, a nagyobb méretűeket Horváth Lászlóné ígéretéhez híven feldarabolta és szétosztotta a túrázók között.
Igazán látványosra sikeredett az idei évben a kérészek násztánca Magyar Kanizsánál. A kérészek 3 év lárva állapotot követően a Tisza felszínére jönnek, majd pár órás létük alatt párt keresnek maguknak, és végül elpusztulnak. Június közepén, párnapos előrajzás után a hétvégén volt a leglátványosabb a tiszavirágzás Magyar Kanizsánál. Pár nappal a főrajzás előtt Sarnyai Csaba hajós kapitány, aki a kérészek életciklusát is folyamatosan figyelemmel kíséri, a víz alá bukott és már akkor megállapította, hogy hamarosan a felszínre jöhetnek. Most már látszik, hogy teljesen megkapták azt a sárga színt, ugye a testüknek azt a sárga színt, amit a tiszavirágokat jellemzi, illetve az úszóhártyájuk teljesen el van most már fehéredve. Most már csak ez a lárvabőr időkérdése, nagyon-nagyon rövid időkérdésre fogják vetni. Ugye azt is érdemes lesz szemmel kísérni az elmúlt videókhoz képest, hogy bizonyos mértékben változtak ezek a lárvák, és ahányszor változnak, tehát hogyha megnézzük az első videóba, hogy milyen a formájuk, milyen szerveik vannak a második videóba is ehhez képest, és a mostani videóba, látni fogjuk, hogy az utolsó vedlések már megtörténtek a lárva állapotból, most már levetik még ezt a lárvabőrt, nimfa stádiumba kerülnek, akkor már repülnek, és mikor majd száraz helyet keresnek, beszállnak a hajóba, kiszállnak a partra, a növényekre, akkor pedig ezt a nimfabőrt is levetik, az utolsó hámréteget, és teljes értékű rovarokká, imágókká válnak. Tehát most már abban a stádiumban vannak, hogy ez bármelyik nap megtörténhet. Melyik napra tehető majd a főrajzás itt Magyar Kanizsán, és melyik szakaszon érdemes leginkább követni? Tegnap megtörténtek az első előrajzások, nagyon szép kis előrajzás volt. Hát nem itt a Tiszavirágösvényen, ahol sokan várják, hanem följebb a szigetnél, ott van egy keskeny szakasz, szintén löszfallal, löszparttal, és ott valószínűleg, hogy sekélyebb a víz, illetve kisebb a vízmennyiség, és gyorsabban felemelkszik az aljzat is. Ezért történhettek ott az előrajzások. Mától én úgy gondolom, hogy itt a Tiszavirágösvényen is szemmel kísérhetőek lesznek az előrajzások. Ez 1-2 napig tart, 3 max, de úgy nézem, hogy rengeteg van, de hát egy 3 nap maximum, és onnan csütörtök, péntek, szombat már érdemes a főrajzásokat várni. Azután a hétvége felé csütörtök késő délután, valamivel 7 óra előtt már tömegesen vonultak a tiszavirágok a folyó felett. A parton és a csónakokból nagy tömeg követte az egyedi jelenséget. Nem láttam még soha életemben, pedig voltunk egy párszor lenn, de soha nem olyankor, amikor virágzott a Tisza. Úgyhogy most, ha sikerül meglátni, lehet, hogy meglássuk, lehet, hogy nem. Családdal jöttünk, és meglássuk, hogy mit sikerül látni ebből a szép természeti jelenségből. Miért szerettek volna eljönni? Miért? Hát, hogy lássuk élőbe, mert néha én látom a tévébe, de már régen láttam, Zentáru volt adás, és azt ott láttam, de hát az nem olyan, mint hogyha az ember természetesen lássa. Ha jóval nézik majd meg, vagy itt a partról szemlélik az eseményeket? Most mindkitten próbáljuk megvárni, ha sikerül. A környező településekről, sőt jóval messzebbről is érkeztek érdeklődők. Pásztor Ferenc és felesége Szabadkáról látogatott el Magyar Kanizsára, hogy a partról szemügyre vegyék a különleges násztáncot. Láttuk, igen, csak nagyon gyér volt, akkor pár évvel ezelőtt, pontosan nem tudom, hogy 4 évvel ezelőtt, de nagyon gyér volt ott a kanyarba. Mit hallottak idén, milyen lesz? Nagy rajzásra számítanak majd? Hát a rádióból, ahogy értesültem, elég nagy rajzás lesz, de a tapasztalat viszont más mond, ahogy körülnézek, hogy még nem indult el. Hajóval mennek majd, vagy így a partról nézik az eseményeket? Nem, így a partról. Tavaly csónakáztunk egyet, az idén így a partról nézzük. A látogatók szerint megéri megnézni ezt az egyedi természeti jelenséget, hiszen a naplementében repkedő kérészek igazán pazar látványt nyújtanak.